A győri közgyűlés mind a 15 Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselője és a két győri országgyűlési képviselő is felsorakozott dr. Dézsi Csaba András polgármester jelölt mögött, aki a Városháza előtt ismertette 20 pontos programját. Az első pontom az volt, hogy kommunikatív városvezetést tervezek Győrben, ami arról szól, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy az eddig bezárt Városházát kinyissuk az emberek felé, és kommunikáljunk a győri emberekkel, győri civilekkel, különböző szakmai szervezetekkel, kamarákkal, egyesületekkel, és közösen határozzuk meg azt, hogy merre vezet az irány, ami minden győri számára megfelelő. Nyilvánvalóan, hogyha kibontjuk ezeket a pontokat, akkor egyik nagyon fontos kérdés a közlekedés, hiszen az elmúlt hetekben a buszokkal kapcsolatban nagyon komoly problémák merültek fel, azonban nyilván látjuk a megoldás is, hiszen hamarosan januárban már 17 új Mercedes autóbusz érkezik a városba, és ezt tovább kell majd fejleszteni. De a közlekedés egy nagyon-nagyon komplex módon kell áttekinteni, hiszen nagyon-nagyon sok autó van, kerékpáros van, gyalogos közlekedés, és át kell gondolni a kötött pályás közlekedésnek a lehetőségeit is, de alapvetően a gazdaságnak a stabilitásának a megőrzése rendkívül fontos, hiszen a gazdaság, hogyha stabil, arra lehet ráépíteni a jól működő szociális hálót, a jól működő sporttámogatási rendszert, és mindenféle olyan dolgot, amihez pénz kell, hiszen a különböző ágazatoknak a fenntartása az mind-mind pénz szükséges, ahhoz pedig az, hogy egy stabil gazdasági alap legyen Győrben, ami megvan, és ezt le is lehet rombolni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy Győr a következő években ne a háborúkról szóljon, ne a különböző pártcsatározásokról, hanem megmaradjon annak a nyugodt, élhető, kényelmes városnak, amiben én is felnőttem, és amiben tovább is szeretnénk élni. A Modern Városok programnak köszönhetően számos fejlesztésre számíthatnak a győriek, megújuló színház, új koncertterem és élményfürdő. Nagyon fontos, hogy nem a levegőbe beszélek, hiszen már konkrét tervek vannak, például a győri élményfürdővel kapcsolatban már konkrét tervekkel rendelkezünk, és a Modern Városok program keretén belül erre kívánunk pénzt fordítani, illetőleg szerezni a kormánytól. Illetőleg a Richter termet, azt annak idején én álmodtam meg, mint a polgármester 20 évvel ezelőtt a győri filharmonikus zenekarnak, ami már kinőtte ezt a termet, több szempontból is, technikailag is, meg méretében is nagyobb az igény erre a fajta kulturális életre, és ezért egy koncerttermet is a tervbe vettünk, hogy megépítünk, de számos-számos más egyéb dolog van, ami a 20 pontban megtalálható. A sport életet is megpróbáljuk egy kicsit más alapokat is megmozgatva segíteni, hogy a gyerekek azok kicsit célzottabban tudjanak sportot választani, de a tömegsportokat is szeretnénk jobban fejleszteni, a püspökerdőt megóvni, például a nagyon fontos számra a környezetvédelem, hiszen alpolgármesterként még 20 évvel ezelőtt abban is részt vettem, és egy nagyon komplex probléma, nagyon ugye alapvető, hogy ne kivágjuk a fákat, hanem telepítsünk inkább fákat a városba, de ugyanúgy hozzátartszik például a szelektív hulladékgyűjtés, amit annak idején volt szerencsém az egész városi területén az országban elsőként menedzselni, mint alpolgármester. Ez a rendszer már elavult, nem változtattak rajta azóta se semmit, viszont elavult, mert tulajdonképpen illegális hulladéklerakóként működnek ezek a helyszínek. Azonban már ez is egy elindult program tulajdonképpen, hogy lecseréljük a teljes rendszert egy sokkal tisztábban kezelhető rendszer, ami ezeket az illegális dolgokat nem teszi majd lehetővé. Dr. Dézsi Csaba András szeretné erősíteni a város szociális ellátó rendszerét, tovább javítva az idős emberek életminőségét. Célja az is, hogy a sürgősségi beteg ellátásnál csökkenjen a várakozási idő. A tervek között szerepel egy új korszerű mentőállomás létrehozása is.